Egy telefontársaság nevével visszaélve vertek át embereket, azok a csalók, akiket a napokban fogtak el a szekszárdi rendőrök. A módszerük az volt, hogy főként időseket kerestek fel, azzal, hogy az adataik egyeztetése után számlakedvezményben részesülhetnek. A kicsalt személyes adatok birtokában értékes műszaki cikkeket rendeltek a telefontársaságtól az áldozataik nevére előfizetéssel. Kollégáim széleskörű adatgyűjtésének köszönhetően rövid időn belül sikerült az elkövetők nyomára bukkan, akik több mint egy hónapja követték el ezeket a csalásokat. Több tucat szemét vertek így át, illetve több száz szemét próbáltak meg átverni ezzel a fajta módszerrel. A telefontársaság szabályzata szerint a náluk megrendelt terméket csak a megrendelő veheti át. Ezért a csalók a megrendelt termékeket úgy szerezték meg, hogy ismét felhívták az átvert áldozatokat. Ekkor azt mondták nekik, hogy ők az egyik rokonuk barátai, az idős embereket pedig arra kérték, ne lepődjenek meg, hogy csomagjuk érkezik a telefonszolgáltatótól. Mert azt ők rendelték az átvert áldozat egy közeli hozzátartozójának meglepetésnek. Ezután egyszerűen elkérték az áldozatoktól a nagyértékű eszközöket, amiket aztán eladtak. A gyanúsítottakat kollégáim az egyik bűncselekmény helyszínén elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki csalásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A rendőrség letartóztatott egy 33 éves egyházas kozári férfit, annak 35 éves feleségét és egy rokonukat, aki szintén részt vett a csalásokban. A csalók többek között Szekszárdon, Baján és Bonyhádon is több száz embert próbáltak meg átverni. A bűncselekmények vizsgálatát a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatják.